A hatodik tavaszi fordulóban a szekszárdi fekete gólyák a Marc Olivier összesével játszott. Az eredmény 46-18 lesz. Számított el ilyen játékra, ilyen meccsre? Nem, abszolút. Bár tudom, hogy a Marcelinak vannak nehézségei, de azért a múlt fordulóban Csurgó még így is tudott egy góllal nyerni ebben a felállításban itt. Nem gondoltam, hogy ennyire meg tudjuk törni őket az első félidőben. Az igazság, hogy az 5 perc nagyon jó védekezés, 6-0, az meghatározta az egészet. A saját csapatod egész meccses teljesítményével mennyire vagy elégedett? Ezt kérted a lányoktól? Igen, nagyjából beállós zicsereink kivételével azt mondom, hogy nem sok minden. Védekezésben volt egy-egy, de hát ez természetes 46 gólnál, hogy néha egy-egy védekezés nem annyira csattan már, de úgy gondolom, hogy abban is voltak nagyon jó időszakok, támadásban pedig nagyon szép gólokat lőttünk. Mondom, talán az zicserek kihasználásában, abban is főleg a beállásoknál volt egy kis nehézség. A második fél idő közepétől játszott úgymond a cseresor, az ifisták. Róluk mit mondasz? Hogyan teljesítettek? Hát cserégettünk, mert az Eliza már az első fél időben játszott, aki kevesebbet szokott, most a Timit játszottam abban a sorban. Hát láttad, az Eszter is nagyon ügyes dolgokat csinált, a Vivinek is voltak jó dolgai, tehát ők is tettek hozzá, úgy gondolom.